A karácsonyfák gyúlékonysága napról napra fokozódik karácsony után, hiszen a meleg szobai hőmérsékleten a vágott fenyő egyre szárazabb lesz, megnő a gyanta tartalma. A különböző égősorok gyertyák egy pillanat alatt könnyen tüzet okozhatnak. Éppen ezért azt kérjük, hogy semmi esetre se gyújtsanak, nemhogy gyertyát, de még csillagszorót se meg. A karácsonyfán a korábbi esztendőkben többször is volt, hogy Székesfehérváron az utolsó meggyújtott csillagszoró okozott karácsonyfa tüzet, volt olyan eset, amiből kiterjedt lakástűz is lett. Az is előfordulhat, hogy a hibás régi megtörött fenyőfűzér okoz tüzet. Erre az esetre a szakember azt tanácsolja, az égő fenyőt semmi esetre se dobjuk ki az ablakon, ne nyissuk rá ki az ablakot, mert a beáramló levegőtől még nagyobb lángok lesznek, azonnal átterjedhet a tűz a függönyre, a környező berendezési tárgyakra, akár egy pillanat alatt is kiterjedt lakástűz lehet. Csak akkor próbálkozunk a tűzoltással, ha még nincsenek nagy lángok, nincsen intenzív füstképződés, mert ha ilyet tapasztalunk, inkább meneküljünk ki a szobából, csukjuk be a szoba ajtaját, majd a lakásból is menjünk ki, csukjuk be a lakás ajtaját, és értesítsük a tűzoltókat, ha társasházban élünk, akkor minden esetben szóljunk a szomszédoknak is. Szabó Biszticanet hozzátette, bár szép látvány és hangulatot teremtenek a karácsonyi fényes kiegészítők, azért, hogy ne történjen baj, semmiképpen se gyújtsuk már meg ezeket, inkább tanácsos ledes világító eszközöket használni.